Mesélj a csapatfelépítésetekről, ti is vannak vagytok, mint a Star Wars-osok? Igen, az Aliens közösség az már körülbelül ugyanannyi ideje létezik, mint a Csillagok háborúja, de lévén, hogy ez egy inkább egy horror és thriller műfaj, ezért az ifjúság körében annyira nem elterjedt, inkább a idősebb korosztály kedveli, ezért nem vagyunk annyira ismertek. 3 hónapja létezünk Magyarországon egy hivatalos helyőrséggel, teljesen legális, jóváhagyva a 20th Century Fox és a Sega, illetve a Gearbox cégek által, teljesen legálisak és szabályosan működünk. Mi a feltétel a csatlakozásnak? Bárki beléphet? A csatlakozásnak nincsen semmi kritériuma konkrétan, betöltött 14. életévet elvárunk, és hogy egy éven belül egy jelmezt összeállítson a tevékenység, ami a filmhez, illetve a játékhoz köthető, ez lehet tudóstól kezdve az idegenen át bármi. Nincs semmi konkrét követelményünk. A jelmezekhez a paramétereket mindenki lesel a filmből, vagy van valami kézikönyvre? Természetesen van hozzá kézikönyv, ami ingyen elérhető a megfelelő fórumokon, az alienslegacy.com például egy hivatalos forrás, ott mindent meg lehet hozzá találni, tervezőkon keresztül mindent. Azok, hogyha valaki teljesen filmhű jelmezt akar készíteni, akkor azoknak kell megfelelni. Ha viszont valaki kicsit szabadabbra szeretné engedni a fantáziáját, arra lehetőséget biztosít ugyanúgy a fórum és a közösség. A kinti társaságban főleg katonák vannak, vagy más szereplők is feltűnnek? 90%-ban Colonial Marine katonák jelennek meg. Néha a kezdők, akik frissen csatlakoztak, általában egy tudós jelmezt raknak összelévő, hogy az viszonylag egyszerű, és időt és tehetséget nem igazán igénylő, és néha-néha feltűnik egy-egy idegen. De általában a Colonial Marine a legelterjedtebb. Az idegeneket Magyarországon megcsinálni nem egy kivitelezhetetlen elképzelés? Abszolút nem kivitelezhetetlen, nekünk már készül egy, és jövő nyárra be is fejezzük a teljes. Ezt te csinálod? Igen, ezt én készítem. És azt mennyi idő szerinted előzetesen megsatszol, hogy mennyi időmre elkészül? Hát sajnos több mint már 4 hónap munkánk áll már benne, és szerintem jövő nyárnál előbb nem fog elkészülni. Temérdek munkát temészt föl, hogy részleteiben megfeleljen a Giger által megálmodott lénynek. És ez mennyire lesz szárítható, mennyire lehet menne mozogni? Teljes mértékben mozgásképes lesz, tehát nem fogja gátolni a viselőjét a mozgásban, ezért tart ennyi ideig fölépíteni, és egy külön emberi testre kell külön ráépíteni minden egyes alkatrészt. Te leszel, vagy a társad? Nem, egy külön barátunk van erre a célra, aki elég vékony ahhoz, hogy ezt a szerepet betöltse. Én a magam 120 kilójával én erre nem vállalkoznék. Jó lakott idegen. Nem igazán sztori, hogy fogalmazok. Ha jól értettem, akkor te egy maszkmester vagy főállásban? Igen, főállásként maszkmesterben dolgozom, az ARE 51 projekt nevezett Ülemény Színházban. Mi a véleményed az itt látható cosplayekről, maszkilag mennyire jó? Rettentően tudom értékelni az odaadást, az odafigyelést és az igyekezetet az emberekben. Nem mindenkinek van meg hozzá az iskolája, képzettsége vagy tapasztalata, hogy rendkívül komoly maszkokat összeállítson, de nagyon sok olyan embert látok, akik belefektetik az energiát és a lehető legtöbbet hozzák ki a történetből, és komoly minőségi munkákat képesek előállítani, le a kalappal előttük. Köszönöm a beszélgetést! Igazán nincs mit, én köszönöm. A tár pozícionálja a csövet, hogy nagyon sokszínűen. Milyen fondolva? A csőrész különvehető, a dokrész különvehető és a hátsó markolat is szárítható alatt, hiába 1,30 méter hossz. Csak elfordulni egy kicsit. Nagyon tetszett. Milyen mozgatható ez is. Mint ez? A felszerelésünk teljes egészében hiteles és jóvá hagyott a Colonial Marine Szövetséggel. Mind a ketten regisztrált tagok vagyunk. Nem, konkrétan építettem egyet. Amit rajtunk van... Alapjáraton ez világít, ha látszik, de... Nem látszik, de jól néz ki.